mindig az emberi önzés és a hatalomvágy gyilkos tüze. Ezelőtt 100 esztendővel rémületben evangélium hirdette, vagyis öröm hirdett előbb Isten a világnak. Mind vegyes ezredeket csinált Galíciába, Doberdónál, és azokat, ahol vegyesek voltak, 100 román és Székely együtt nem lehetett visszahozni az erdélyi frontra. Ez helyett hoztak távoli magyar honfitársakat, akik életükkel megmutatták, hogy érdemes a nemzetért, a szülőföldért áldozatot. Erdély földjét, ó, én édes jó, vándorlásban reménységem, ínségemben légy kenyerem. Vándor fecske sebes szárnyát, vándor legény, vándor bottyát, vándor... Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Láttad meg szerelmedet a nagy világon, kívül nincs máshol helye. Így fogadtad Kárpátok gyűrűjéből, szállj fel szabad madár, érted is szól a harangnál. Ne törődj bele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, ne feledd el, hogy szabadnak születél. Büszke vagyok, és rálatok, büszkeséget egyre növekszik. Magyar vagyok, és hiszen erős lényét. Magyar vagyok, kicsit magyarul. Te, hogy hangulat hallasz, hiszen anyámban és
Uram, hossz útra egyedül, körülöttem, borul az ég, nem derül. Én felültem át az égedet szép hazám, oda vágy csak, gyönge szívem igazán. Vigyel még valamennyi népnek, míg gördék, biztosabb pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen, s így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok, te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsered, és jön az igazság, közeled, közeled. János utol, hogy a tűzgyalog jött. Köszönöm.
Én a 82. ezredet, amely kizárólagosan Székelyföldről egészült, kidoborozták, úgyhogy őket hazahozták, de ők nem voltak itt, hanem éppen lent a kacai vasútállomáson vettek észre egy szerelvényt, hogy azon egy román ezred állomásozik, illetve ők utaznak rajta, úgyhogy rajtuk ütöttek és kergette őket két napon keresztül. Ezt feljegyezte az ezred történet, mert ez olyan volt, amikor először a székelyek nem teljesítették a parancsot. Mert a parancsnokai folyamatosan próbálták őket visszarendelni a állásokat, el is foglalták, nagyon boldogok voltak, viszont a honvéd tüzérség közben belőtte őket, úgyhogy addig lőtték őket, míg vissza nem vonultak. Nem tudtak ott maradni. Ezt követően a román parancsnok észrevette, hogy ezt az állást meg lehet kerülni délről, ezért elkezdte erőltetni az állást a magyar jobbszárny irányába. Ugyanis a 9-esekhez egy bosnyák ezred csatlakozott, amely meglehetősen...